Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami az előző napi vlognak igazából a folytatása, ugyanis most vagyunk a másnapján. Ha azt a videót nem láttátok még, akkor ide berakom nektek, meg tudjátok nézni. De egyébként a mai napon folytatjuk tovább a vásárlást és az egyéb dolgaink elintézését. És elsősorban talán a legfontosabb dolgom az lenne, hogy levegyem a trónokharcás melegítőmet, pizsikémet, és felöltözzek. Úgyhogy ezt nagyon gyorsan meg fogom tenni, és aztán folytatjuk tovább. Szóval, tudom, hogy a világítás nem éppen... Miért mondok mindig világítást? A fények nem éppen ideálisak, de melegszik a kocsi, és egyébként 13 fok van, hát én nem erre számítottam. Na mindegy. Felöltöztem indulásra készen, és kinyitottam a postaládát, amiben volt egy fizetős boríték, aminek nem örülünk. Volt egy, hát ez Bencének van, külföldi csomag. What? Ezt elküldöm neki, hogy mi ez. Nyilván ezért én fogok elmenni, úgyhogy ezt a mai nap folyamán nem. Mikor kaptad ezt? 17-én ma kapta, akkor ezt holnap fogjuk elintézni. Ezt elküldjük neki. Oké? És van itt még ez! Ennek örülünk a legjobban. Ti nem tudjátok, hogy mi ez, de én igen, mert már megnéztem a feladót. Jaj, csak nehogy baja legyen, ahogy kibontom. Te jó ég. In 3, 2, 1. Jaj, gyönyörű! Úristen! Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer innen is. Hát, aj! Nem vagyok ilyen szép, mint ahogy lerajzolt. Olyan aranyos, elpostázta nekem, és ezt be fogom keretezni, tényleg. Az Instáját egyébként le fogom linkelni ide a videó alá az infoboxba, mert gyönyörűeket szokott rajzolni, és még egyszer tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy lerajzoltál. Azt meg még jobban egyébként, hogy elküldted, de szerintem most már készen állunk arra, hogy elinduljunk, úgyhogy az első állomásunk a West End lesz, és veszek teát. Az előző vlogban is mondtam, csak aztán nem volt időm elmenni már a West Endbe, de Bencének kijöttek a karácsonyi teái. Mind a három krémes egyébként, amit én személy szerint nagyon-nagyon szeretek, és nem emlékszem az ízekre, de tudom, hogy az egyik nagyon finom volt. Úgyhogy most veszünk mind a háromból, és újra csekkolom, hogy melyik a kedvencem. Úgyhogy a West Endbe találkozunk. Rosszabbnál rosszabb fények, megérkeztem a West Endbe, és az Oxóba fogunk kezdeni, utána viszont azon gondolkoztam, hogy átmegyek az út túloldalára, és veszek egy pad thait, mert nagyon régen ettem, és nagyon megkívántam. Meg lehet, hogy egy kicsit rosszalkodni fogok, és be fogok menni a Marianna útba, körbenézni, hogy van-e új Jeffrey's cucc. Úgyhogy induljunk el, mert a boti ajándékáért is el kell még menni, és az meg a város túloldalán van, úgyhogy kezdjük. Néha meg kell tanulni, hogy vannak olyan dolgok az életben, amik jónak tűnnek, de aztán mégsem. Mondtam nektek, hogy bemegyek a Marianna útba, hogy lecsekkoljam, hogy van-e bármi új Jeffrey's cucc, tudjátok, egy kis sminkvásárlás sose rossz. És bementem, és volt méghozzá a sénes kollab, amit én megrendeltem úgy, hogy volt rajta egy X szállítás, aztán volt rajta ugye az áfa, meg a nem tudom én micsoda, és végül 50.000 forintba jöttem ki, és a paletta pedig ott van a boltban 15.000 forintért. Úgyhogy ha valakinek tetszett a Shane-szer Jeffrey kollabos paletta, vagy rúzs, vagy bármi, akkor az fogja meg magát, és menjen be a Marianna útba, és vásárolja fel az összeset, mert nem hiszem, hogy sokáig lesz. De jelenleg még van, úgyhogy
hozzátok ki az összeset, azt tudom ajánlani. Aki pedig ugyanúgy megrendelte neten, mint én, és végigvitte az egész menetet, annak pedig gratulálok. Nem baj, csajok, lányok, fiúk, nekünk hamarabb volt meg. Legalább ennyi. Nagyon rosszul esett, én az ilyeneken annyira el tudok keseredni, hogy elmondani nem tudom. Rögtön hívtam édesanyját, hogy nem hiszed el, mi történt. Na mindegy, továbbiakban az lesz, hogy nem megyek át a Pad Thai-ba, mert nincs rá időm konkrétan, úgyhogy majd eszek valamit kicsit később. És a következő állomásunk az az Ázsia Centerben a játékbolt lesz, ugyanis az a legnagyobb játékbolt Pesten, és nekem a legvagányabb játékok kellenek a kis keresztfiamnak, úgyhogy megyünk az Ázsia Centerbe. Megérkeztem az Ázsia Centerbe, és annyira ciki vagyok, képzeljétek el, meg kellett néznem interneten, hogy melyik oldalt és milyen emeletem a játékbolt, mert elfelejtettem. Úgyhogy elindulok, viszont innentől, hogy kiszállok a kocsiból, belépünk a jogvédett zenék birodalmába, úgyhogy esetleg képi felvételeket fogtok látni. Végeztem, fél hat lassan. Kapkodom a levegőt, mert próbáltam minél gyorsabban idejönni a kocsiba, hogy levessem a kabátomat. Olyan melegen volt bent, mint a fene. Voltam a játékboltba, és voltam abba a körmesboltba, amit amúgy is mutattam már nektek, mert a napokban szeretném megcsinálni a körmöm. Ez ugye, megpróbálom megmutatni, hát ha rá fókuszál. Léci, fókuszálj rá! Ez a saját körmöm. A bőröm már nem olyan szép, de a körmöm amúgy jó hosszú, és nagyon lenőtt. Egy hetet csináltam rá egyébként a géllakot, és azóta ennyire lenőtt. És egyébként is szerettem volna műkörmöt csinálni, szerintem tavaly karácsonykor volt utoljára rendesen hosszú körmöm az, amit én szeretek. Úgyhogy most jön el az idő, valamelyik nap, hogy megcsináljam a körmömet. Ez egy ilyen éjszakai program általában filmnézés közben szokott történni. És tegnap láttam egy videót, ahol egy youtuber csaj KB-nek a körmeséhez ment el körmet csináltatni, és olyan szinten csillogós volt a körme, hogy volt ezen az ujján egy ekkora dísz, ilyen köves valami virágdísz, de tényleg ekkora volt, tehát így nem viccelek, egy 20 forintos legalább, hanem 50 forintos méretű valami volt rajta, és annak a kivételével igazából teljesen lázba jöttem, hogy lehet, hogy nekem is valami csillogós körmöt kellene csinálnom. És habár én nem szeretem, hogyha az összes ujjamon teljesen kő van, az biztos, hogy eltérek a tervtől, ugyanis ugyanezt akartam megcsinálni hosszúba, mint ami most van, a teljesen egyszerű nude. De ez változott, vettem hozzá egyébként köveket, van, ami egyébként ekkora, de nagyon szép, ízlésesen nagy, szerintem legalábbis. Úgyhogy valamelyik nap csináljuk a... Közben elforgatom a kormányt. Valamelyik nap csináljuk a körmemet. Fogok belőle nektek is mutatni részletet, de most már muszáj hazamennem, mert meghalok. Még mindig nem ettem. Fél hat van, és még mindig nem ettem. Nem egészséges, ne csináljátok utánam, de ez a helyzet. Úgyhogy menjünk most már haza. Hazaértem, megkajáltam, és szerettem volna megmutatni, hogy... Így néz ki a hajam, hogyha hagyom megszáradni, és nem szárítom, nem vasalom, és semmi. Úgy nézek ki vele, mint valami csapzott kutya. Úgyhogy ennek most itt egy mozdulatban véget vetünk, és mehetünk tovább. Meg akarom nektek mutatni, hogy miket vettem nagyjából. Kezdjük az uncsi dolgokkal. Egy ecset, két ecset, négy körömreszelő, egy buffer, nagyon sok kő, és amikor azt mondom, hogy nagyon sok, akkor nem viccelek. Egy kisebb méretű ilyen rombusz cucc, és egy, hát ezt nem látjátok, pont látjátok, és egy nagyobb méretű. Hát ez a nagy rendesen akkora, mint a körmöm most körülbelül. Úgyhogy ezeket vettem a körmömhöz, vissza is rakom egyébként őket, mert ez még nem mai művelet. És gyorsan megmutatom az aikat, vagyis nagyjából. Ez az én aim. Basszus!
és ezeket be kell tenni. Aki nem kóstolta meg Bence tejeit, az kóstolja meg. Ez a karácsonyi csillag, ez azt hiszem dinnyés, úgyhogy ezt én nem szeretem. Viszont ezt annál jobban a mézes kalácsos. Na, vettem egy dzsengelt. És ha azt hiszitek, hogy ajándékba, akkor mondom, hogy nem. Magamnak vettem, Bencének ugye van dzsengája, viszont nekem nincsen sajátom, és nekem kell egy saját, ugyanis videókat tervezek a dzsengával csinálni, és nem sima dzsengás videót, hanem sminkeset. De ennél többet nem mondok most, mert szerintem lehet amúgy még a héten ki fog menni ez a videó, amit még fel sem vettem, csak az alapanyag van meg hozzá. Vettem 4 darab csomagoló papírt, tök random az összes, és ezt együtt fogjuk szerintem most megcsinálni, mert mára már nem nagyon terveztem olyan dolgot, amit szeretnék videózni. Egy alvást azt nagyon tervezek, mert kezdek nagyon fáradt lenni, és még nagyon sok dolgom van. Villám gyorsan. War Dragon. Kérlek szépen, ezek harci sárkányok. Vannak pillangóink, és vannak nekünk bogaraink hatalmas méretben. Ezeket majd, ha Botinak odaadom, akkor kicsit részletesebben is meg tudjátok nézni, de legyen elég annyi, hogy rengeteg ilyen kis játék már megint, ugyanis azt a fülest kaptam, hogy Botika még mindig a kis játékokkal szeret játszani, tehát hogy nem autózik, nem tudom én micsoda, hanem az ilyen szütyiket kapolgatja, úgyhogy ha neki azt kell, akkor azt kap. De azért van itt nekünk egy nyomda készletünk, nyomda kicsiknek, és farmos állatok vannak rajta. Azt nem értem, hogy miért nem mondja, hogy hány darab ilyen izé van benne. 10 darab nyomdatappancs, fehér lapok is vannak benne, 36 darabos dominó, 2 darab puzzle, 25 darab memóriakártya. Na most, hogyha ez mindenbe belefért, akkor le a kalappal. Vettem hozzá 2 nagyon alap nyomdát, az egyik ilyen barnás, valamilyen, a másik meg piros. Van itt nekünk egy Spider-Man-es, pókemberes, pókfonalkilövős kesztyünk. Ez Boti bátyának, Punornak lesz. Van egy 18 darabos forma puzzle, akkor átköptem, mint a ház. Ennek annyira nem fog örülni, de nem csak vicces játékot veszünk, hanem tanulósat is. Ez is a Hunoré lesz, ez egy Ferrari Lego. Cuki amúgy. Jobban szeretek IKEA-s szekrényekkel legózni, úgyhogy... És egy baby puzzle. Mennyire cuki? Úgy van, hogy van benne egy 3, egy 4, egy 5 és egy 6 darabos. Úgyhogy, jaj, nagyon cuki. És ilyen baby állatok is vannak rajta. Látjátok? Baby puzzlehoz baby állat. Na, és arra gondoltam, hogy ezeket is becsomagoljuk villámgyorsan, vagy legalábbis elkezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle is. Mennyire fogok szétesni. Meg azt találtam ki, elvileg Bencével abba egyeztünk meg, hogy felállítom egyedül a fát, és amikor 26-án hazajövünk, akkor nem kell azzal babrálni már, hogy fát állítunk, hanem kész van minden, ott vannak az ajándékok, mármint hogy az enyém, amit én adok neki, az már biztos ott lesz, mert most be fogom csomagolni és oda fogom rakni. És akkor Dán, igazából minden kész. De mivel nincsen túl sok ajándék, tehát hogy viszonylag 2 vagy 3 ajándékot fog Bence kapni, de az azért elég kevés a fa alatt, úgyhogy arra gondoltam, hogy mindig vannak nekem ilyen PR-os, óriási, hasztalan kartondobozaim, és általában, hát hogy mondjam, lusta vagyok, és nem tépdesem szét őket, és teszem ki szelektívbe időbe. Úgyhogy most felhasználjuk őket, és karácsonyi ajándéknak fogjuk használni, legalábbis karácsonyi ajándék helyettesítő doboznak. Ma becsomagolom az aikat, és holnap, vagy holnap után, vagy azután, attól függ, hogy mennyire leszek aktív, felállítjuk a fát, és akkor bepakolom őket a fa alá. Köszönj be a videóba! Hey, jó, szevasztok, mi pattog? Most tettem be a teádat a hűtőbe. Igen? Igen, egy kicsit megcsúsztam vele, de jó lesz még az. Szeretném megkérdezni tőled, hogy neked melyik a kedvenced? Hát,
Hát nem tudom, talán a mézes kalács, de nem tudom. Ez egyébként hangulatfüggő is. Kicsit úgy érzem magam, mint egy rádiós interjúban. Na, az van, hogy remélem, hogy rendesen vesz, és hogy képbe vagyok, mert lemerült a kamerám a nagy interjú közben. Végig fogom ásítani, nem hiszem el. Mondtam már, hogy a parókát nem akarom éjjelre feltenni, úgyhogy az holnap reggel veszem fel. Nem tudom. Na mindegy, kint van a nyereményjáték az Instámon. Természetesen egyébként nincsen nálam itthon rendes cellux, úgyhogy tézaszalaggal fogok ajándékot csomagolni. Jobb, mint a semmi, annyira nem gáz, ugye? Úristen! Ez egy dolog amúgy, hogy tök szépen becsomagoltam, de csak ez a téza. Most mit csináljak ezzel? Aj, de mérges vagyok ilyenkor, nem hiszed el. Na mindegy, ragasztó szalag ilyen, így oda jutottunk, hát csinálok egy kávét, nem hiszem el, hogy nem fogok csomagolni, de helyette valamit kell csináljak. Mármint, hogy a videót kellene vágnom, de kifolyik a szemem a számítógéptől, vagy a laptoptól már, úgyhogy azt mindig halogatom, ameddig csak lehet. És aztán az utolsó utáni pillanatban kezdek hozzá, és ugyanúgy, mint ma, 4 órára leszek kész. Ezt elkerülendő, főzök egy kávét, és összeszedem magam, és elkezdek videót vágni. Úgyhogy, ha nézitek ezt a videót, akkor gondoljatok az egy nappal előtti Rebekára. Úristen, valaki Bekának hívott a nem tudom melyik képem alatt. Hát majdnem hanyat vágtam magam. Nem. Se Beka, se Rebi, se Rebus, egy ember hív Rebusnak, az unokatesom. Tőle valamiért tökéletesen elfogadom, de senki más nem hív sehogy. Ne becézzétek a Rebekát, léci, valahogy az nagyon nem nekem való, úgyhogy Rebeka. Elhiszem, hogy szeretnétek becézni, de no. Csak Rebeka, tökéletesen jól meg vagyok vele, imádom a nevemet, úgyhogy ez így nekem bőven elég. És akkor ezután, hogy ezt így elmondtam, igazából gyújtok egy kis gyertyát, valami kis karácsonyi hangulatot próbálok varázsolni ide magamnak, egy kis halk bubléval, vagy valami ilyesmivel, és nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ma is jöttetek velem karácsonyi ajándékot vásárolni, és intézni a mindenféle dolgaimat, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban, úgyhogy ott megtaláltok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a holnapi részben találkozunk. Sziasztok!